annyira jó trükköket fogtok látni, hogy oda kell adjam ezt a szemüveget, hogy ti is lássátok. Nem láttok semmit. Mindegy! Amúgy rendesen eltávolított téged. Rip. Újra kezdődtek az edzések, minden egyes alkalommal új lehetőséget tárulnak elénk, amikor bejövünk ebbe a terembe, hogy új trükköt tanuljunk meg, mivel ti tanítjátok nekünk most az új trükköket, mert hogy YouTube-on és Instagramon tőletek kértünk olyan trükköket, amiket meg tudunk használni, amikor kétharmada nem volt olyan, szóval kösz. Na jó, igen, volt pár lehetetlennek tűnő trükk, de most kiderítjük, hogy mégis meg lehet őket csinálni. Olyan trükköket fogtok látni, amit még soha. Még soha! Kb. Minden normális edzésünk arra megy rá, hogy a fellépésekre készüljünk, viszont most találtunk egy ilyen plusz lehetőséget, amit szórakozásra fogunk kihasználni, úgyhogy megpróbáljuk minél több trükköteket beadni. Akármennyire is lehetetlennek tűnik, nincs olyan, hogy lehetetlen. Vagy mégis? Előre szaltó két láb kerim ott van. Ott az első. Hő! Lehet nem bemelegítenek én, de megpróbálom. Zsombolj szaltó két labdába bárkitől. Számtalan ember kérte tőlem a 720 fokos fordulatos zsákolást. Hát hogy... akkor 720 fokot be! Smolnár Mátyás kollega, 720 fok. Olyan nec volt! Oh yeah! Ben volt? Yeah, ben volt! Ezek annyira ilyen szerencsék, de bejön! A kövi zsákolás részemről azt kértétek, hogy vegyem át mind a két lábamnak mind a kétszer a labdát. Ez pont szó szerint így volt leírva. Úgyhogy megpróbálok ezt úgy, hogy egy duplasság alatt slang nyelven. Ja, most soha nem csináltam. Ez csak egy volt, úgyhogy ezt hagyjad. Ez egy picit lehetetlen, de úgyhogy csinálok más, másik trükket. Dini, terpesz csuka, Horváth Máté kéri. Jogosan merülhet fel bennetek a kérdés, hogy miért vagyunk ezekben a pólókban. Pontosan az az oka, hogy ezek erre lettek tervezve. Amikor át kell lépned a határaidat, amikor szembe kell nézned a kihívással, és önmagadat kell leküzdened meg a félelmeidet. És hogyha ezzel ti is együtt érztek, akkor nagyon gyorsan irány a webshop! Mert most 10% kedvezményt adunk nektek a videó nézőinek. Szóval minden termékre, labdákra, pólókra ez jár nektek, hogyha beírjátok azt a promókodot, hogy mi legyen. Arc vagyok, arc vagyok. Úgyhogy most van rá pontosan egy hetetek, és fontos tényleg, hogy valaki ingyen cuccot választott a webshopból, aki itt marad a videó végéig, és részt vesz egy kis játékocskában. Ja, amúgy Ádám. Ádi. Ádám, Ádi. Amúgy te hova tűntél? Nézzük meg, hogy mi a bánatot csinálnak Ádámék. Ádám, hallasz? Ó, cső! Azt mondják a nézők, hogy adjál be egy Atlantis. Megpróbáljuk. Most. Ha nem sikerült Ádám, akkor soha nem jöhetsz haza. Elasztok srácok, itt vagyunk mi is, a Makói Brigád. Még mindig Makóba, de már nem sokára otthon leszünk, kettő hetünk van nagyjából, mivel kéne a videó, már csak egy hetünk lesz vissza és megyünk haza. Írtátok a sok trükk ötletet, és azokat fogjuk megcsinálni, legalábbis megpróbálni megcsinálni őket. Nagy része eléggé lehetetlen, pedig próbáltunk jó fejek lenni, hogy reális dolgokat írjatok, aztán ja, sok hülyeség jött. Triple szaltó félcsavarzsák, akkor ott voltunk, hogy az lesz az ennyi. Hogy hagyjuk már. Az nyilván valami akrobata írhattam. De mindegy, megpróbálunk egy-két trükköt megcsinálni, vagy sikerül, vagy nem, de ja. Lássuk, próbálom valami újat mutatni nektek. Magamra vállalom a két láb belefekvő zsákolást. Következő trükk. Valaki átdobja a palánk fölött, aztán egy másik valaki a palánk mögött áll, és ő pedig a palánk felett visszadobja, és valaki zsákol. Na végre! Molnár Matyi Huszár fiótól szeretne várni egy tripla malmot. Tudom! Isten! Nem bírta az FPS. Mondanám, hogy megpróbálom nagy labdával, de szerintem esélytelen, de egyet ránézek. Lehetetlen. Két lábad a sarokpassz. Vélemény? Az, hogy mostanában, amit nem fél, akkor dob, nem ezzel. Próbáljuk ki! Igazából a passz megvolt, csak nem ment jó helyre. Ezt lehetségesnek érzem, hogy ezt a két láb sarokpassz, de most lehet, hogy nem lesz meg amúgy. Nagyon sok más kell hozzá.
Oda passzolt, ha találnak, talán meg kihagy. Na, ez sikerült, Norbi. Ez ugyanolyan, mint a hárommal neked. Ja. Passzolt. Kicsit lebutítottuk. Két láb, sarokpassz. Geri. De te Ádám vagy. Nem vagy. Túlzás, hogy Tömi már talán dobta. Jó. Ez a kettő hozzáért, megnézhetitek slow-ba. Na, újon pörgetett labda közben zsákolás trambulinról, nézzük. Ugyanaz! Hát nem jó. Kövire megvan eső. Azt hittem az egész edzésem erre a trükkre fog rámenni, de mehetünk tovább. Szevasztok, nézők, vlog nézők, sziasztok! Iratkozzatok fel, nézzétek a vlogot! Greti alsó vonal 2005. Egy lehetetlen trükkombó, amit nektek sikerült beadni. Hárman fogjuk beadni ezt a trükköt. Én fogok Kerim alatt átfutni, miközben ő nagyon magas. Én a levegőbe terpezve vagyok. És így visszaadom neki a labdát, és hiszen ő adja tovább Dinek, na mindegy. Szóval ez tényleg lehetetlen. Ez a lehetetlen. Csináljuk! Lehetetlen sem lehetetlen. Nem a sima Atlantis lesz, ami amúgy szaltuk közben feldobom a labdát, és utána elkomolyabb zsákolom, hanem lesz az Antarktis zsák, amit majd... Azt még nem lövöm le a poént. Hát Antarktis! Van. 360 hátláb. Én itt azt látom. 360 hátláb. Ez nekem nem fog ma összejönni, azért nem, mert ez a Kerim trükkje. Kettő darab hát, csak most csak nektek. Valaki kért szaltó letolt nadrággal. Elég sérülés veszélyes, de megnézzük. Nem tudok lekövetni. Várjál, kicsit meg kell kötni. Elég butasági egyet csinálni, de hát egyszer-kétszer belefér. Szóval arra jutottunk, hogy most sorokat fogunk csinálni, mert az egyéni zsákok az annyira durván nincs erőnk az előbbi lehetetlen kivitelezése óta. Úgyhogy csináljunk sorokat. Dupla hátra szaltó, egy pörgő előre szalt... Mi? Nem is olvasom talán. Cukahara passz, utána szaltó egész csavar passz, utána három láb alatti zsák. A végre három láb az nehéz lesz, de az elét azért beadjuk. Hát mekkora sor volt, ember. A Kerim még volt egy... Kértek tőled egy zicsert. Sikerül-e? És benn van. Srácok, következő. Négy láb. Nincs írva, hogy zsák, vagy passz. Az a baj a négy lábbal, hogy... Nagyon magasra kell és nagyon gyorsnak kell lenni ahhoz, hogy bezsákoljad. Amik mi nem vagyunk. Nekünk még nem sikerült. Megpróbáljuk, de nem, ez sok esélyt látok rá sajnos. De azért azt, hogy ja, a négy láb passz az még talán, a négy láb zsák az nem. Na szóval, négy láb zsák, látjuk, hogy lehetetlen. De már beadták. Beadták, csak mi nem tudjuk. De majd egyszer beadjuk. Három láb az sima. Megpróbálunk beadni egy négy láb passz zsákot. Négy láb! Zsák, nem? Passz, igen! Azt írja, hogy előre szaltó egész csavar palánk passz, és utána arra is szaltó zsák. Norbi, beadjuk! Nyomjuk! Ez nektek lett kitalálva. Jaj! Ádámtól szeretnének egy dupla előre szaltó paszt, és a Matyi kapja el, és abból szaltó zsák. Matyi, Matyi sajnos nincs itt. Azt lehet csinálni, hogy én megfogom és bezsákom. Elsőre!
Az igen. Tényleg elsőre. Ja, nekem van egy, ami nagyon tetszik, és ezt szerintem csak a Kajtár tudja megcsinálni. Hallod, Kajti? Ez nagyon neked szánták. Mi szerintem. Ez egy hátraszaltó tripla csavar. Se labda, se semmi, csak... De honnan a palánk tetejéről, vagy hogy? Nem, trambuliról. Trambuli hátraszaltó tripla csavar. Azt pont filózgattam egy ideje. Csináltad? Para hangzik. Soha nem csináltam még, de már akartam csinálni. Ez para! Benne van szerintem. Végig kell húzni, végig. Jó, hát akkor nézzük rá! Pam! Pam! Előre 360 passzból sima zsák. Igazából hátrafel nem tudok 360-at ugrani, úgyhogy előre 360. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy előre 360 sima zsák. Jöttek, mint mondtuk, nagyon sok lehetetlen trükk, hogy tripla szaltó zsák, dupla szaltó zsák. De próbáltuk minél többet megcsinálni. A lényeg az, hogy ne felejtsétek, hogy van még 7 napotok megvenni az új FaceTime-es pólókat, ami nálunk nincsen, meg nem tudtuk is megvenni. De majd otthon beszerezzük. De ti vegyétek meg, és ja, nem tudom, Matyének van-e bármi mondani valójuk, úgyhogy vagy mondják előbb, vagy ha nem, akkor sziasztok és találkozunk jövőre. Na már ennyi fér be, de azért bőven így is csináltunk olyanokat, ami kihozott minket azért rendesen a komfortzónánkból. Ja. Reméljük, hogy Makaóban is hasonlóképp cselekedtek a srácok. És a videó végére itt is van a kis játékunk. Annyi a feladatok, hogy a kedvenc trükkötöket leírjátok, helyes írás, hibák nélkül, és pontozzátok egy mondjuk 64-es. Jó, legyen 64-es skála. Egy 64-es skála. Mert kíváncsiak vagyunk, hogy melyik tetszett nektek a legjobban. És ki fogjuk sorsolni köztetek azt a szerencsést, aki ingyen választ egy terméket a webshopunkból. Úgyhogy jövő hétvégén találkozunk veletek. Yeah! Minden hétvégén videó. Csumi. Csumi.